Tisztelettel köszöntöm Önöket, két gyermekes családapa az én vendégem, de nem ezért hívtam elsősorban. Az egészen biztos, hogy az egyik legnépszerűbb előadó művész, hogy igazából mi érdekli a szakmában, és milyen ez a szakma, amit ő művel. Erről is szeretnék vele beszélgetni. Íme a vendég. Berecki Zoltán, 46 éves színész, énekes, producer. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical tanszakán végzett, közben közgazdaságtan tanult. Volt az év musical színésze, a Csináljuk a Fesztivált évad győztese, a Megasztár zsűri tagja, a Sztárban Sztár győztese, majd zsűri tagja, a Live TV műsorvezetője. Két szóló és négy duett lemeze jelent meg, utóbbiak Szinetár Dórával közösen. Sokáig az Operett Színház sztárja volt, majd a Centrál Színházba szerződött, jelenleg a Játékszínben látható. Kétszeres fonogram díjas. Felesége Bata Éva színművész, két lánya van. Melyik részét nem tudtad ennek? Nem tudom, ez mindig ez összefoglalva, ezek a díjak, meg tudod, fellépéssel szoktak kérdezni mindig a konferenc, hogy mit mondjak? Nevemet, kösz, nem azért, tehát hogy nem a díjak érdekesek, hanem amit ott és akkor csinálsz. Ez persze igaz, de közben meg valamit mégiscsak leír arról az emberről, aki valamiért itt ül. Hát a múltjáról, a jelenéről, jövőjéről, meg valami keveset. Ez tény, de a múltad azt el is hagyott, tehát az már nem kell? Nem, abban van egy csomó tapasztalat, szakmai is, meg emberi is, de igen, egy csomó dolog abból már nem kell. Azért hagyod abba. Tehát, nem tudom, tizenhány évet voltam az operettben, eljöttem, elváltam, voltam ilyen-olyan színházaknál, és mások lettek a prioritások. Ezek a vállások, ezek nehezek? Legyenek azok... Nem. Hát tudom, hogy az Operett Színházból hány év után, 18, milyen volt kilépni, és azt mondani, hogy na most itt, vége. Képzeld el, hogy nagyon nehéz volt, és nagyon könnyű volt. Volt abban az időszakban, valahogy úgy hozta a sors, hogy minden nap jött valami olyan hír az operettből, hogy így igazolt. Azt éreztem, hogy... Ez a balhé korszaka? Volt, ez is, az is, volt hátul is rossz, egy csomó olyan helyzet volt, nyilván nem adja ki most az ember ezt névvel és címmel, de nem volt az a hangulat már ott, ami miatt az ember 7-től 10-ig jól érezte magát. Neked van olyan fontos még a színpad, mint amikor elkezdted? Közel sem. Ugye nem? Nem, ezt honnan tudod? Mert ha nézem a pályádat, akkor azt látom, hogy elengedtél bizonyos dolgokat. Tehát van, amihez nyilván ragaszkodsz, és van, amit meg hagysz elfolyni. Igen, igen. Van egy önálló estem a Játékszínben, egy önálló est, egy egyszemélyes darab. Picit improvizatív. Kicsit stand-up, kicsit írt színdarab. Igen. És az nagyon izgat, mert az minden nap más. És például én egy control freak figura voltam sokáig, bizonyos dolgokban még most is nagyon szeretem irányítani az életet, és aztán amikor annyit mutat az élet abból, hogy milyen izgalmas az, amikor egy kicsit bedobod a gyeplőt, és hagyod menni arra a szekeret, amerre ő akar. Ugye ennek persze van veszélye, meg sérülési helyzetek harmadás hozzá. Le, hogy azon morfondírozol, hogy ezt rosszul oldottad meg, vagy rossz válasz volt egy hirtelen jött felvetésre, mondjuk itt a Játékszínben, mert ott azért neked reagálnod kell. Nem, itt jobb meg rosszabb passzok vannak, de olyan előadás, hogy úristen, ezt elrontottuk, és inkább rossz volt, mint jó, olyan még nem volt. Az jó. Az egy jó visszajelzés, igen, hogy kézben tudod tartani. Igazából ezt csak helyzetfelismerés, meg a helyzetnek az ismerete, a karakternek, a történetnek az ismerete. Én mindig is olyan színész voltam, aki kevéssé tanult jól szöveget, viszont nagyon értettem, vagy érteni véltem a helyzeteket. És ezért, ha szöveget rontottam, akkor is ki tudtam mászni a szituációban, tudtam, hogy mi a helyzet. Ettől a partnereid vagyok. Is ilyen boldogok voltak? Nem vagyok egy szövegrontós. Nem jött meg a vagyok szövegrontós, alapvetően. Tehát ebben is volt egy ilyen félelem, hogy jaj, mi van akkor, mi történik, milyen helyzetbe hozom a másikat. És itt ebben a darabban igazából
tulajdonképpen azt mondhatnék, amit akarok, mert maga, meg a, maga a darab is egy improvizáció. És visszatérsz oda majd, ami a szöveg volt, ami a kapaszkodó volt. Jó, de most ebbe itt belekapaszkodtunk, beleragadtunk, de igazából én azt kérdeztem tőled, hogy elengedted-e egy kicsikét a színházat, a színpadot, és erre te azt mondtad, hogy igen. Igen. De ott mi történt? Hát a 18 év zenés színház az, mint fagyiból a gombóc is sok lett. Ott azt éreztem, hogy amit én ebben tudtam élvezni, azt élveztem, és köszönöm szépen. Ez volt az egyik, és akkor én visszaültem az iskolapadba, és azt mondtam, hogy nézzük a prózát, hogy az milyen. Hol? És, hova ültél, milyen padba? Hát képzeld el, hogy amikor eljöttünk, akkor gyakorlatilag szerintem talán egy héten belül, amikor ennek a híre elment, a Puskás Tamás fölhívott, hogy van egy darab, amiben nagyon pici szerep, van illatszertár, de van-e kedvem. És kérdeztem, hogy mi a névsor, tehát kikkel fogok együtt játszani. Azt mondta, hogy a Kern lesz a... Ne folytasd. És akkor mentem nézni a Kernt oldalról. És ott ültem a próbán, az előadáson, nyilván nem csak a Kern, ott volt a Simon Kori, a Pokornilia, csomóan, és tátott szájjal szívtam magamba ezt az új dolgot, amiről gyorsan rájöttem, hogy nem is annyira új, tehát nagyon sok van ebben azért közös. Na ez, tehát, hogy azért, ha azt mondom egy musical színésznek, hogy ő csak musical színész, abban világbotránya lesz. Tehát volt már itt édes művésznő, aki szinte kikérte magának, hogy hát ő színész, hát az... De közben nem, az egy másik műfaj, tehát engem nyugodtan... is olyan, mintha valami tök más lenne, és van, aki úgy is kezeli. Azért tök más, mert az idő, amit a tanulásra fektetsz, a prózai rész pont az egyharmada jut, mert kell menni énekórára, és kell menni táncórára. És ezek egyszerűen elveszik az időt attól, hogy te folyamatosan csak a prózai részével foglalkozz ennek a dolognak. Tehát, hogy megkerülhetetlen, hogy ez egy másik... Súlyozni azzal, hát ez... hogy mondjuk zseniális színész tehetség a vízilabda, is, de a vízilabda és az úszás adott, között azért óriási különbség hát van, pedig a vízilabdában is kell úszni. Érted? De hogy ott nem az a lényeg, az úszás az egy valami, és a vízilabdában is kell úszni. A vízilabda az a musical színészet, mert ott még egy csomó mást is kell tudni. Két gatyával, hogy ne tudják letolni róla. Víz alá nyomnak. Ez híres a zenés színházakban, hogy hogyan kell azt művelni. Igen. Lehet, hogy máshol is, de a zenés színházakban. De például ez tényleg igaz? Tehát a tülekedés? A tülekedés, a fondorlat, az ármány és a szerelem és a minden. Csak úgy, mint az élet bármely területén. Persze, de nem tehát nem szélsőségesebb ez. Nem látom. Vagy én ebben a dologban mindig lehajtott fejjel küzdöttem. Tehát én nem figyeltem arra, hogy engem rugdosnak-e, hogy megpróbálnak-e kifúrni. Én az a fajta versenyző vagyok, ez nyilván a sportból jön, aki csak és kizárólag arra figyel, hogy az ő teljesítménye megkerülhetetlen legyen, és azért legyek ott, mert én vagyok az egyik legjobb. Leképzetted? Úsztál, ugye? Úsztam, kajakoztam. Ha már a sportot említed. Abból mit lehet átmenteni a színházban? Például ezt? A monotonitás tűrést, az, hogy az ember rájön, hogy most itt jöttünk föl a lépcsőn, annak idején elkezdtük csinálni a Lehetsz király koreográfiát, és én rögtön az első próbán rájöttem, hogy azt nem fogom tudni így elénekelni, hogy közben táncolunk. És akkor elhatároztam, hogy mostantól nincs lift, és hogyha meglátok egy lépcsőt, akkor felszadok és vissza. Nem mentél vissza, majd a végén. Most nem mentem vissza, mert most már nem éneklem a Lehetsz királyt. De megmaradt ez például a reflekt. Például arra nem lehet rávenni már, hogy azt elénekeld? Én fellépésen azt énekelem. Hát akkor. Ugye van egy, egy akusztikus koncerted, ott ezeket előveszed, csak ott másképp szól. Igen. Meg ott van hozzá egy sztori. Ott van egy pici sztorika hozzá, és az egy picit más irányba tereli. Aha. Tehát az majdnem, hogy Margóra rakja magát a dalt, mert a sztori viszi. Látszólag csatangolunk össze-vissza, de nem. Mondod, hogy sok volt gombozból is a zenés színház. Igen. Ott mitől csömörlik meg az ember? Nem, te mitől csömörlöttél meg? Más nem tudjuk. Hogy elkezdett ismétlődni, és unalmasan ismétlődni az est,
előtte. Voltak éppen mind egyforma, ha nagyon, nagyon belegondolunk? Mondok erre egy példát, hogy volt olyan, hogy pénteken szimpla, szombaton dupla, vasárnap dupla, és nekem nem volt váltom, vagy akkor még, vagy lehet, hogy volt, de pont én játszottam az összeset. És hazamentem, és otthon nyilván megkérdezik az embert, hogy na és milyen volt, kik voltak, mi volt a szereposztás. És volt egy olyan este, amikor azt mondtam, hogy nem tudom. Nem emlékszem, hogy kivel játszottam. És akkor tudtam, hogy azért ez egy társasjáték. Kéne, hogy legyen. És nem voltál már ott. Már ennyire bezársz, és ennyire valahol máshol vagy, és azon gondolkozol, hogy mi lesz a vacsora, vagy befizettem-e a büntit az autómról, az nagyon nagy baj. És közben boldogan dalolsz. Vagy nem boldogan, de hát... Csak mindegy, mert valahogy. Tehát, hogy 10 méterre vagy az első nézőtől, tehát már nem is látják, hogy... Ezt volna? Nem. Nem, mert az én tehát a színész a próba folyamat alatt azt a hangulatát is bepróbálja. Tehát az izom, az idegrendszer, a minden beáll. És hogyha a próbán fölrakod oda a lécet, akkor a szervezet megköveteli, hogy oda húzd föl magad. Amikor érzed, hogy fáradt vagy, akkor föl kell tolnod magad oda, hogy teljesítsd azt, amit az idegrendszered vagy az emlékeid megkívánnak. És én ezt mindig teljesítettem is, úgy éreztem legalábbis. Na, és akkor miért nem érdekel már a színház annyira? Nem az érdekel a színházból, tehát hogy 20-valahány évvel ezelőtt azért mentem föl a színpadra, hogy engem szeressenek. Engem. És ma már az érdekel, hogy elmeséljek egy olyan történetet, ami az értékrendemnek megfelelő, amiről azt gondolom, hogy igaz, tehát hogy akár nem feltétlen szájbarágosan elmond valami konklúziót, hanem csak magával a történettel érdekes kérdéseket vet föl, amire muszáj, hogy az ember válaszokat keresse. Sok ilyen sérülésért, hogy hamis volt a dolog, amit csinálni kellett? Hogy nem érezted igaznak vagy őszintének azt, ami voltál? Úgy tudok fogalmazni ebben a kérdésben, hogy megnézve a sok évvel ezelőtti fotókat, van, amin nem ismerem meg magam. Tehát látom, hogy ez egy Berecki Zoltán nevű valaki, de nem, nincs azonosság, vagy nincs emlék, vagy nincs... Akkor nem akarok pszichologizálni, meg nem is szakmám. De akkor nem az van igazából, hogy azt untad meg, hogy megfelelj másoknak? Hogy megfelelj egy olyan képnek, amit elvár a közönség, a rendező, bárki. Ez is benne lehet. Én azt untam meg, vagy arra jöttem rá, hogy nem ott van a boldogság, ahol én keresem. Hát az nem, nem a nagy zajban, nem az állótapsban, nem a sok tízezer emberes. De ez nem igaz, aznap este neked ott a boldogság. Egy adrenalin. Tehát oda tettél valamit, van benne munkát, premier van és áll a közönség. Hát igen, az boldogság. Igen, abszolút, de ezt tudom, hogy közhely, de ez tényleg olyan, mint a drog, hogy ha az egyik este megvan, akkor a következő este ugyanaz, az már nem ér ugyanannyit. Megszoktad, és kell menni föl, és mindig több és több kell. És ez egy ideig, hál' Istennek, meg is volt az operetben is, és aztán ez értékét veszti valahogy. Hol van a boldogság? Mondod, hogy nem. Most otthon. Most otthon, mindenképpen. Most otthon van egy mennyi idős most? Irány? 19 hónapos, ahol számolom, tehát másfél éves és egy hónapos. De most akkor ezzel nem mondod azt, hogy te főleg apa vagy? De most ma tehát, egyébként ha pont ha úgy... Ha kérdezem, hogy mi a hivatásod, akkor az, hogy apa? Apuka, már azért is, mert a vicce épp visszatér, épp a Radnótiba lesz egy bemutató. És Bata Éva, feleség, Bata Éva. Hát köszönöm. Talán tudják a nézők. És főpróba hete van, tehát én vagyok a gyerekkel. Azért igen, nem így van volt. Van egy pár órám, és egy nagy lányod. Uh-huh. Nála nem így volt?
ugye ott is, hát nagyon sokszor együtt is játszottatok az édesanyjával, Szinetár Dórával, tehát nem volt ez könnyű helyzet sokszor. Igen, de ő otthon maradt, ő volt anyuka, ő 3 évig szoptatta a gyereket, tehát ő volt, aztán elindultunk, valóban ott is volt babysitter, és én voltam abban a dologban kevésbé apuka. Tehát ott nem tehát leválasztanám erről a Dórit, meg nem is... Ez nagyon régen volt. Ja nem, de ez nem róla szól, hanem igen. Ugye a te szerepedről, tehát hogy te most valamilyen igen. Olyan szerepben vagy az életedben, ami lehet, hogy egy kicsit más, mint ami korábban volt. Tehát hogy lehet, hogy ez egy tudatos döntés, lehet, hogy megbeszéltétek meg a kor, hát lehet, 15 év különbség. Hát az Orka 15 éves, 14 év különbség. Persze, hát persze. Nagyon remélem. Egyébként pont a Szinetár Miklósnak van egy nagyon általam kedvelt szövege, hogy az ember 20 évesen muszáj, hogy forradalmár legyen, és ha még 50 évesen is az, akkor őrült. Tehát, hogy... Ha nagyon le kell írnod magad szakmailag, most akkor térjünk vissza egy kicsit oda, a családról nem akartál beszélni, úgyhogy majd beszélünk. Mert úgyis bele, te vontad bele, hát akkor legyen. Szóval te most inkább televíziós vagy, mint színész? Az elején megkérdezted, hogy mit írjatok a nevem alá. Persze. És én mondtam, hogy kösz semmit. Tehát, hogy az lenne jó, hogyha ha nem kéne ilyen fiókokba, boxokba gondolkodni, hanem, jó, hanem én lehetnék az, aki bármi ami akarok lenni. Lesz az a legnagyobbak kiváltsága, hogy úgy adjanak át egy névjegykártyát, hogy csak a nevük van rajta, mert az összes többi minek. Értem. Ha ez nagy képűség, ám legyen. Nem feltétlenül. De én inkább szabadságnak hívom. Tehát, hogyha az egyik helyet megunom, akkor, és ez azért beszélhetek róla, mert nem az én érdemem, hanem van ahhoz készségem, hogy belekezdjek valami másba. Tehát én lehetek egy énekes, csak egész életemben, lehetek musical színész, vagy aztán színész, egész életemben, és mindegyikben tudok... ha nem is kiemelkedő, de a mondjuk a korosztályomhoz képest egy elég jót azt lerakni az asztal. Azt tudja az ember a te szakmádban, bármi is legyen ezek. Onnan, hogy jönnek erre a nézők. De hát tudjuk, innen. Hogy a színház, mindenre hogy... jönnek a nézők, azért ezt tudjuk. Nem tudod, hogy jó vagy, ezt sose tudod. Sőt, fordítva van általában, amikor az ember azt érzi, hogy ma lehoztam a csillagokat, akkor húzzák a szájukat, és aztán meg van egy ilyen közepesnek értékelt előadás, és rád rúgja a rendező az ajtót, hogy na ez az! És akkor csak nézel, hogy jó, oké. Na de ennek hogy lehet megfelelni? Sehogy, hát ez az, látod? Na ezért nem kell azt csinálni, amit más elvár. Hányszor kapom meg, hogy még csináljátok meg hárman a Dolhaival, a Mészárossal egyszer a Rómeót, és akkor azt mondom, hogy 47 éves leszek idén. Játszásiból. Ja, Rudolf Péter az és Rómeót még most is, és hát igen, de abban van egy idézőjel. Van benne egy csavar, persze. De a musicalben nem lehet idézőjel? Az nem bírja el? Nem tudom, én nem. Tehát benne nincs ambíció. Igen, jó. Azt kijátszottuk, meg van még egy ilyen mondat, hogy ezt jelen pillanatban a Keróval nem lehet, szerintem meg a Keró nélkül sem lehet. A Keró nagyon jó. Ebben nagyon. De hát ezt nem én mondom, hanem ezt a sok száz előadás mondja. Hát, és mindenféle előadásból sok száz lejátszott darab. Ez így van, ez így van. Jó, csak ugye az ő személye is a balhétól függetlenül, ami kerekedett az operaszínházban körülötte, a balhétól függetlenül is egy megosztó figura volt, mindig is. A megjelenése, a megnyilatkozásai, az általa képviselt színházi világ. Igen. És akkor most nem beszélek semmi olyanról, ami az operaszínházas balhé volt. Tehát, hogy éppen ezért őt a saját kollégái is furcsán kétarcúan ítélték meg mindig. Erre is a Szinetár Miklós egyik mondását hadd hozzam, ott az ajtó. Mindig ott van. Mindig ott akkor van. És hogyha te nem mersz kimenni az ajtón, az a te kicsiséged. A te távozásod bátorság volt? Nem, mert akkor nekem volt hova menni.
Tehát akkor nekünk nagyon fontos a dolga. Többiekhez számon kéred a bátorságot? Nem. Nem, mert tökéletesen értem, hogy mi is a semmibe ugrottunk valójában. Tehát az csak egy szellemkép volt, hogy mi akkor nagyon sikeresek voltunk a mi duett produktumunkkal. Látod, nem volt megélhetési kérdés, hogy ott maradtak-e. Igen, látod, ma már az sincs sehol. És én nagyon boldog voltam, mert az például egy nagyon erős kapaszkodó volt, hogy a Pusi fölhívott, Puskás Tamás. Ez a centrális történet, igen. Igen, igen, és utána rám bízott még egyet, meg egyet. Az egy jó visszajelzés is volt kapásból. Persze. Tehát, hogy egy prózai darabban a nagyok közé eljössz. Hát az jó. Igen, meg amikor azt éreztetik veled, hogy ha innen elmész, akkor neked nincs helyed. Na most ehhez képest visszaadtam minden szerepet. Ott? Aha. Igen. Miért? Hát mert félig nem lehet. Kernestől, mindenestől. Jó, nem kell tovább. Azért, mert apuka akartam lenni. Nagyon, nagyon vágytam arra, hogy ezt jól csináljam most ebben a körben. Azt apaként is olyan bizonytalanul tudja az ember, hogy jól csinálja-e szerinted, mint színészként? Nem, mert amikor tegnapi fürdésnél a gyerekről leveszem a pelenkát, és visongva rohangál körbe a lakásba, akkor úgy... Az a gyerek álló tapsa. Igen. 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 Meg tudsz hatódni tőle? Aha. Nem tudtam én se, hogy megtudom, de úgy látszik, hogy igen. De a nagyobbiktól is. A nagyobbik. Jaj. Jó dolgaik vannak. Na, szóval az... Beszéljünk másról. Menekülés a vízhez. Akkor az a bizonyos klasszikus színházi helyzet. Igen. Jó, beszéljünk. Na, akkor most fordítok egy éleset. Amikor a színházban kitört a Me Too hiszti, ha az hiszti volt és nem a valóság, és ezt valószínűleg azon a módon sosem fogjuk érteni, hogy mennyire bontottuk ki a színházi helyzetet ügyben, akkor neked volt egy nyilatkozatod, ami nagyon fura volt, mert olyan volt, mint azt akarnád jelezni, hogy ez nem színházi ügy, ez társadalmi kérdés. Hirtelen te beszéltél arról, hogy téged milyen lelki abúzusok értek gyerekkorodban az iskolában. Miközben zajlott az ügy, ilyen-olyan, amolyan ügy. Nem, ez már az ügy után, az igen, ügy után jóval, az, tehát az ügy lezárásával. Csak egy ilyennel. Hát mert, igen, ez egy nem akartam én ezt kapcsolni ehhez a dologhoz. Valami beszélgetés egy újságcikk kapcsán elkezdtük előről feszegetni a dolgot, és amit én látok a Zorka suliában, igazából ennek ez volt az alapja, hogy minden gyerek egy iszonyúan finom műszer, és ott kell nagyon odafigyelni az elején, hogy stabil gyerekkor, hogy megfelelő határok, de kevés szigorú korlát, igen. De azok a korlátok nagyon pontosan és tisztán és következetesen lerakva legyenek meg, és akkor a gyerekek önmagukban zsenik. Egyszerűen zsenik. És meg fogja látni a világ, hogyha nem egy ilyen szűk keretbe rakod be a gyereket, hogy szorzótáblat, hanem nagyobb teret engedsz neki. Persze nehéz, mert le akar ugrani a játszótéren a legmagasabb mászókáról. Az még neked kosszas, majd most jön. Kosszas lesz a sáros árokban, mert érdekli, mert meg akarja nézni a világet, de ki fog derülni, hogy miben tehetséges. Hát az iskoláink nem erről szólnak jelen nem, az iskoláink a hibákról de szólnak. Vannak, ahol ezt már a finneknél szoktuk mondani a klasszikus példát, kipróbálták és működni. A jelenlegi oktatási rendszer az a hibákról szól. Nem azt mondja el a tanár, hogy mit csináltál jól, hanem aláhúzza a rosszat pirossal. Érted? De hát az életre készíti fel ilyen alapon az iskola, mert hogy mi mind hát mert mi ilyen, ebben élünk. Mert hát mi magunk ebben ilyen. Nőttünk föl, és ilyen társadalmat hozunk igen. létre. Ha ezt szépen lassan elfogadnánk, hogy
máshogy kell csinálni, és más alapokra helyezni, akkor mi már nem érjük meg, mert a mi zsigereink mások, a mi rendszerünk máshogy épült föl. Ez olyan, mint amikor a betonba belenyomod a lábnyomodat, az megszárad, az már olyan, azt már lehet csiszolgatni, nem tudom, de ott benne vannak ezek. Te magad sérültél? Abszolút. Hogy a fenében? És azt cipelted is? Hát én még körmöst kaptam. Én nekem van olyan emlékem, hogy nem pohárból ittam, képzeld el a hideg vizet foci után, hanem a csapot. Hát ki nem? Igen, de arra járt az osztályfőnököm, és egy olyan tockost adott, hogy ha én véletlenül 2 centivel följebb vagyok, akkor ma kivehető fogsoron van. Olyat vert a fejemre, érted? Hát ez már akkor is nagyon kemény volt. Hál' Istennek azt látom, hogy picit változik ebben a dologban a megítélés, és ma már ezt erre fölkapja bárki a fejét. Te micsoda, megütötte. Hát az akkor, hogy megütötte, hát... Na és akkor most itt érdemes visszakanyarodni a színházi MeToo-hoz egy mondat elejéig, mert hogy ez ugyanaz a mechanizmus, tehát a mit engedhetek meg magamnak, és hogyan változik körülöttem a világ, és én egy rossz szót mondtam az előbb a MeToo hiszti, mert ez természetesen sok esetben egyáltalán nem az volt, hanem nagyon is valódi lelki és sokszor testi sérelmek, tehát ezt nem lehet. Nagyon nehezen érkezni. Bizonyítható, és ez akarom, az a legfrusztrált. Ezt akarom mondani, hogy akik ott élnek benne, ők tudják. Igen. De mégsem bizonyítják. Milyen furcsa. Hát ezt is a félelem irányítja, hogy oké, de mi lesz velem. Főleg gondold egy zenés színházat. Magyarországon van két nagy budapesti zenés, vagy egyikbe vagy másikba vagy, és aztán ki tudja, hogy most az operettről is a Madácsról beszélsz. Igen. Tehát, hogy csinálsz egy nagy balhét. Ráadásul mindenki mindenkivel találkozik, összeérnek a szállat. Igen. Tehát ki tudja, csinálsz az egyikben egy nagy balhét, hogy mondjuk a másikban nem azt mondják el, hogy na aztán ide nem jössz balhézni. Most nem mondom, hogy ez így is lenne, de az, hogy az ember fél egy ilyen helyzettől, vagy attól, hogy kiutálják. Én emlékszem, volt olyan, és még csak a MeToo-hoz köze sincs, volt olyan kollégám, aki a szinkronban kiállt azért, hogy a zenés szinkron volt, és az ő zenei betét részét ezt elkezdték játszani a rádióba, agyba főbe. És ő jelentkezett, hogy jó napot kívánok, akkor viszont ezért szeretnék egy jogdíjat, nem csak azt a fizetést, ami, mert mostantól kezdve ebből irgalmatlan pénze van. A kiadónak, a zeneszerzőnek, ezért csak neki nincs, aki énekli a dalt. És végigvitte, pereskedés lett a vége, kapott valami pénzt, és kitiltották az összes szinkronból. Hogy ez várt. Béres ez várt irodára, arra, ha emlékszel a történetre, egy filmes karrier várt a 60-as évek robbanásszerű indulása után. Majd szólt, hogy hát kórházba kellett vinni, mert hogy olyan szinten áztották el egy csónakban a forgatás közben, és hát ez így még sincs annyira jól, és nincs biztosításuk a színészeknek. Uh-huh. És azt hiszem, hogy 25 évig nem forgatott utána. Látod? De megnyerte a pert. Na, ezek azok a félelmek, amik hát mondjuk ki jogos félelmek. Jogos félelem attól, hogy a munkahelyemet, amit egyébként alapvetően szeretek, azt most kiveszik a... De amiről te beszélsz, miközben ez nyilván nem csak a művészvilágra igaz, mert hát mindenki, aki a versenyszférában dolgozik, pontosan tudja, hogy nem olyan egyszerű ugrálni. De azért ez egy félelem által irányított világ akkor. Igen. És jól mondod, ez nem csak a művészvilágban van így, hát azért én nem csak művészekkel tartom a kapcsolatot, és nem csak művészek mesélnek ilyenről, hogy a főnök bejön és olyanokat mond, hogy ezért. Miért nem veszed föl? Hát még az kéne. Hát még az kéne, hogy ez kiderüljön. Ráadásul még ő lesz a jogsértő, mert hát milyen alapon fel se használhatja, és akkor, na igen, ezt, igen. Szóval, hogy ez a világ. És most, hogy nem vagy színházi tag, így könnyebb, szabadabb? Sose voltam tag. Hát jó, de az operett színház lényegét tekintve olyan volt, hogy minden évben, de ez nekem, látod, ez is nagyon fontos volt, a szabadság érzés. Ez a bármikor mondhatom, hogy... Ez a bármikor mondhatom, de nem azt. Mondtad. Hát de egyszer csak mondtam. Nem egyszer csak mondtam. Egyszer csak mondtam. És egy csomó dologra mondtam nemet ott is, a közben, menet közben. Tehát én darabszerződéssel voltam ott, nekem nem lehetett bármit a kezembe nyomni, hogy ezt el kell játszanod.
nagy küzdelmek voltak azért ott a háttérben. Tehát, hogy ez lehet, hogy úgy néz ki, hogy ez egy ilyen fényes időszak volt, sok-sok küzdelemmel teli. Hát fényes időszak volt, mert irgalmatlan nagy sztár lettél. Tehát, hogy azért az kétségtelen, hogyha valamit jót akartak, akkor a Bereckit belerakták. Lehet, hogy még mellette ezt, meg azt, meg amaszt, és akkor ő is felemelkedett ugyanúgy mellette. Ez nem csak rólad szól. Is. Hát azért ott a Földes, ott a Szabó P., a Dolhai, és ez nem is volt feltétlen ennyire igaz, mert például talán a következő bemutató, ja igen, volt egy időszak, amikor már 30-valahányat játszottam egy hónapban, és akkor mondtam a Kerónak, hogy felezzük le. És 8 darabban játszottam, és 4-et tartottam meg. És az például egy nagy meccs volt, hogy melyik 4-et. De igen, ott volt egy ilyen, hogy abban a darabban magának benne kell lenni, mert az csak akkor oké, hogyha azt maga játsza, de volt olyan, amiből... Magázódtatok? Igen. Egy valakivel tegeződött, az a Szinetár Dóra. Ha jól emlékszem, legalábbis így Igen. Ő alapvetően magázódott. Azt mondtad, hogy művészként, most ezt kiírtam magamnak, úgyhogy nem blöffölöm le, érzékeny vagyok a világra, az emberi működésre, és szeretnék megfigyelő lenni. De ha valaki megfigyelő művészként is akár, azért ő kívülálló. Ez egy állandó kettős érzés, ezt minden színésszel fogja neked mesélni, hogy egyszerre éled meg, és egyszerre látod kívülről. Ez egy... Megtanultad, vagy így születtél? Rájössz erre a képességre, hogy ezt kisgyerekkorod óta csinálod. De most, hogy így ülünk itt, ez most is megvan? Tehát látsz minket kívülről, hogy ez most milyen lehet? Igen, igen. És milyen? Amikor az előbb elérzékenyültem, akkor próbáltam gyorsan visszatérni egy komoly önmagamhoz, mert bekapcsolt egy ilyen szerkesztői énem, hogy jaj, azt fogják mondani, hogy jaj, de patetikus. Bejött sírni. Igen, igen, igen. És az baj? Nem, rosszul, de attól még ez pörög a rosszul viseljük az érzelmeket? Tehát, hogy abból indulsz ki, hogy ehhez mit fognak. Nem, én színpadon simán vállalok egy olyan jelenetet, amiben sírni kell. Mármint, hogy én, mint művész, jó, azt hát fölvállalom, hogy ez helyzet. Egy... Hát ott nem a Bereczky Zoltán apa sír, hanem ott a színművész a színpadon. Igen, de közben én, aki játszom, azért ezt vele élem a karakterrel. Ez is egy ilyen... Csiki-csuki. Nagyon, mert nagyon érdekes figyelni, ahogy játszik az ember. Kernéktől mit tanultál? Mindent. Ez a csávó, az elképesztő. Mindent is tud? Hát, meg annál még egyet többet. Jó, de ebből mit tehet el esti oldalt nézve? Volt egy mondata, hogy még rögtön a darab elején, hogy itt állok és üvöltök, és maguk nem tudom, ez rendet rak, ő az illatszerter, igen. Tulajja főnöke. És egyáltalán nem üvöltött. Ezt például. Ezt az elképesztő volt. Azt hogy láttad, ugye ezt Pusi rendezte, ráadásul Puskás rendezte, tehát nem csak színigazgató volt ott, hanem rendező is. Ilyenkor érdemes beleszólni abba, hogy egy színész hogy nyúl egy ilyen szituációhoz például? Vagy a Kern esetében, tehát hogy vannak azok a pillanatok, amikre azt kell mondani egy rendezőnek, hogy csináld, ahogy akarod. Ja, mindenképpen. Persze. Hát van olyan, hogy egyszerűen csak ülsz és azt élvezett, hogy de jó, kiosztottam ezt. Ebben is én vagyok a zseni, hogy a zseni. Ezt így kellett kiosztani. A szüleid mennyire tudták, hogy benned van tehetség? Vagy mennyire este kétségbe tudod? Na ez inkább ez a jó kérdés, hogy nagyon kétségbe voltak első, amikor erre rájöttek. Hát én már a Pacsirtának hívtak az Ovi-ba az óvónők, és ültettek az ölükbe, és engem énekeltettek a szabadidőmben, amikor nem éppen a homokozóban lapátoztunk, és én egész kiskoromtól arra
emlékszem, hogy engem mennyire megnyugtat a zene, hogy én mennyire szeretem a zenét, hogy énekelek, hogy ezzel foglalkozom. És örültek neki, hogy mész a színművészetire? Nem. Vagy ebből lett a közgazdasági tanulmányok című kategória, amit itt szerepeltettünk? Igen. Fiam, legyen egy rendes szakmád is. Aha, ez a szokásos. Igen. Mert ugye az apámmal együtt alapítottunk céget, együtt alapítottunk, hát nyilván ő értett hozzá engem, meg rávitt. Mivel foglalkoztatok? Csomagolás technikával, kérlek szépen. És akkor az volt a kiképzés, hogy én kaptam egy stóc ilyen csíkos műanyag szatyrot, tudod, ezt a klasszikus, hogy kékfehér, sárgafehér, ja, pirosfehér. Az a szatyor. A szatyrot. Igen. Meg egy másik strócot, ami az aranyoldalak volt, és azt add mondta, el a szatyrot. Azt mondta, hogy A betű. Tessék telefonálni, termékmintát küldeni, fölírni, hogy ki fogadta el a termékmintát, elküldeni neki, és egy hét múlva telefonálni, hogy tetszett. Jól gondolom, hogy nem voltál különösebben sikeresebben? Mert hogy itt ülsz és színészként beszélgetünk. Azt képzeld el, hogy az első nagy, mivel aztán én ültem a telefonnál, az első nagy bizniszt azt én kötöttem a cégnek. Tehát amitől kezdve azt lehetett mondani, hogy ez egy komoly vállalkozás, azt Én voltam a szerencsés, aki fölvette a telefont. Mert onnantól az bekerült a portfólióba, úgy középtájra, mert egyébként is nagyon adtunk a minőségre, és akkor azt, amikor mentünk tárgyalni, azt lehetett lapozgatni. És akkor egyszer csak ez egy nagy cég volt. Most már mondhatom, mert már nincs. Ez a Vestel 900 volt. Wow. És egyszer csak elő... Elég sok szatyor. És akkor ott megállt mindenki, és akkor azt kérde, igen, azt kérde, most is nagyon sok szatyort adunk. És akkor azt kérdezték, ezt maguk csinálták? Igen. És lapozott tovább, de hát akkor el lehetett tudni, hogy akkor az megvan. Elkaptuk. Mikor lelassult a lapozás. Ezt egy pillanatig nem hagytad, hogy nem bántad, hogy ott hagytad? Nem. Nem. Mondom ezt ilyen lassan, mert időnként eszembe jut, hogy mi lett volna velem vajon akkor. De képzeld el, hogy az apám kellett, hogy belássa, mert hogy én a grafikával szerettem foglalkozni, meg közben is szövegírással. Tehát csináltam a grafikát, kaptunk egy ilyen izét, hogy elveszett az eredeti, ezt meg le kéne másolni, és akkor én elkezdtem megcsinálni a valami haledelet. Annak a grafikáját előről, és közben azon gondolkoztam, hogy a Starlight Expressnek a nem tudom melyik között dalában. Az volt az első szereped? Az egy amatőr dal. Hát a Starlight Express az még nagyon egy ilyen amatőr csapat volt. Annak semmi színházi, semmi. Nem. Az ahogy került? És itt akkor még Patakinak hívták. Anyukám főnökének a fia nagyon szeretett volna szintén ebbe a szakmába dolgozni, és hallotta, hogy én is énekelek, ők csinálnak egy ilyen amatőr társulatot, nincs. Na jó, de akkor kamuzol, hát anyukát támogatta ezt a dolgot, hogy te ezt csináltad. Másképp azt mondta, hogy az ilyen, fiam, ilyen szinten igen, nem lehet róla. Nem volt más választás, tehát tudta, hogy vagy elköltözök egy másik országba, vagy valamit enged. Még mindig jobb, ha így csinálja. Még mindig jobb, ha úgy csinálja, hogy felügyelettel, meg hát ez úgyis csak amatőr majd. Mindig volt egy olyan feltétele, hogy de legyen meg a közgazdasági, legyen meg a munkahely. Apámat biztos, hogy ő dumálta rá, hogy vegyen oda, tuti. Apád mikor fogadta el, hogy színész lett a gyerek? Nem azt fogadta el, hogy színész, hanem hogy fölnőttem, tehát hogy már fiatal ember vagyok. Volt egy nagyon komoly vitánk, és életében először azt mondta, hogy lehet, hogy igazad van. És azzal nagyon meglepett, és onnantól egész más. Életében először? Életében először, mert arra nagyon nem volt igazad? Nem feltétlenül, mindig volt valami plusz mondandója, még valamit akart finomítani, és egyszer csak nekem adta a vitában a győzelmet. Tehát a teljes győzelmet megállt, és azt mondta, hogy lehet, hogy igazad van. És már nem akart hozzátenni, hogy de azért még azt gondold meg, hogy tudod. Igen, de... Aha. Nem volt igen, de... Te egyszer beszéltél arról, hogy a családodban volt valaki, aki művész volt. Igen, az édesapám elsőfokú unokatestvére volt, Koszes Lászlónak hívták egyébként, aki még Bakelit lemezt tart a kezébe, az megnézheti a Haki Tamásnál, az Ergónál. Nagyon sok lemezen ott van, hogy zenei rendező.
akkor ezt még nem kérték a zenekarok, hanem kijelölte a Magyar Rádió hozzá. Vagy Magyar Rádió, igen. Igen, de őt nagyon kis Paganininak hívták, vagy becézték, nagyon szépen hegedült, basszusgitározott egyébként, énekelt, nagyon tehetséges valaki volt, de az alkohol elvitte sajnos. És ez volt apád fejében egy előkép, hogy a művészek azok ilyenek? Szerintem ez is benne volt, de inkább mondom, szerintem az anyukám jobban féltetett. Hmm. Az apám mindig azt mondta, hogy káromkodtunk a foci közben odalen. És az anyám azt mondta, azonnal jöjjön föl, hogy beszél. És akkor az apám mondta, hogy hát hogy? Hát ahogy a többiek. Hagyjad, hát éli a, ott a közösségben az életét. És, de hát mi lesz így benne? Mi lenne? Hát, semmi. Büszkék rád? Igen. Az jó. Egészen biztos vagyok ebben. Ez jó érzés. Az a dal, az a klip, ami a Csillagtérkép névre hallgat. Igen. És amit a Ruzsa Magdival készítettél. Igen. Az szerintem egy árnyalattal több, mint amiket popdalként elő szoktak vezetni manapság. Tehát nem egy slágerlistás dalnak készült feltétlenül. Rögtön rakjuk hozzá a Paja Bea nevét. Aki írta a szövegét. Akivel együtt írtuk. Az hogy született ez a dal? Úgyhogy rengeteget beszélgettünk a Beával, mert ő többször találkoztunk egy ilyen esztrádon, két dal, nekem két dal, neki következő két dal. Következő fellépő művészünk. És én megláttam ezt a Paja Beát, a nevét is, azt a mindenit, tudod el, kezed el a szőr, a rohanok hozzá, pont végzett, jött le, vettem a levegőt, és gyorsabb volt, mint én, és ugyanazt elmondta, én addigra már leénekeltem az enyémet, hogy de jó vagy, tehát nagyon gyorsan egymásra találtunk, és hát nagyon különböző zene, de a tűz az valahol nagyon, nagyon közös. Akkor megbeszéltük, hogy ebből kéne csinálni valamit, mert milyen jó lenne egy ilyen fúzió. Úgyhogy pár évvel később meg is hívtam egy koncertre, ahol énekeltünk tőle kettőt, tőlem kettőt, de úgy, hogy így ezt összemasszíroztuk, megint megbeszéltük, fölrobbant a színpad, hogy ezért írjunk közös dalt, jó. Megint eltelt pár év, megint meghívtam. Azt a harmadiknál mondtam most már. Hány év dinnyére sört, mondom, most tartunk egy évtizednél nagyjából. Ezt mondom, figyelj, dinnyére sört már nem lehet, most már nem ismételhetjük ugyanazt a műsor, írjunk valamit. Jó, elmentem hozzá, püföltük a zongorát, suttogtunk, fölvettük 3 órán keresztül. Jó, ez szuper, ez nagyon jó alapanyag, ebből fogjuk kiszerkeszteni. Soha többet nem tudtunk egyeztetni időpontot. Ő is millió helyen, én is millió helyen. Úgyhogy én odaültem a zongorához, és ennek a jegyzetnek kvázi alapján gyakorlatilag az első pár másodpercben elhangzott az, ami nekem tetszett ebből. Hmm. És összeraktam. És miért nem ő énekel? Nem mondom, nem azért mondom, mert elmondom a rossz választás. Elmondom az igazi történetet. Na. Amikor meg akartam ezzel a dallal jelenni, akkor a Karamell fölhívta, szerintem egy hónappal előtte, és Csillagom címmel megjelent egy duett. És azt mondtam, Bea, ennek a dalnak az 50%-a azonos. Így ebben a pillanatban, mielőtt megnyomom a play gombot. Tehát Paja Bea és Csillag. Nem tudom. Uh-huh. Nem tudom veled elénekelni. Mert ez, rákeresnek az emberek, akkor... Ezt fogja kidobni. Ezt fogja előbb vagy kidobni. Ezt, vagy azt. Hát mert valami, előbb ezt fogja kidobni. És egyszer nem tettem meg. És ez nem... ő értette? 3 órán keresztül beszélgettünk. Egyetlen egy mondatban egyszer csak azt mondta, hogy figyelj, amikor ott álltam a mikrofon előtt, ez bevillant. Amit te most mondasz. Mondom, ott kell, azt kellett volna, azt a megérzést. Látod, hogy megváltozott a világunk? Tehát ez 20-25 évvel ezelőtt, amikor még készültek a CD-k, kazetták, ez így fel nem merült volna. Most ugye abból kell kiindulni, ugye mi is most itt beszélgetünk, most a kedves nézők, ha majd megnézték ezt a beszélgetést, akkor utána kattinthatnak egyet, és már is megjelenik ez a dal. Uh-huh. Tehát, hogy most abból indulunk ki, hogy egy kattintás, és ott van minden. De hogy keresel rá? Régen meg vitted haza a CD-t, és a másikkal lehet, hogy a büdös életben nem is találkoztál. Persze. Másképp dolgozol, másképp gondolkozol a szakmáról azáltal, hogy ezek a változások, ezek itt létrejöttek? Tehát, hogy minden mondjuk a közösségi térben van. Te is ott máshogy vagy? Máshogy kell, rá vagy kényszerítve. Ha egyben akarsz maradni, akkor máshogy kell gondolkozni. Én fönn vagyok a TikTokon.
pedig rázos egy, hát rázos egy hely. Rázos egy hely. Tehát úgy szabadna nézni, hogy tényleg időt szabsz magadnak. Amikor az elején így elkezdtem nézni. Mert jönnek nézni, egymás után a hülyeségek, hát persze. Úgy ment el 3 óra, hogy azt gondoltam, hogy én 15 percet töltöttem el ezen a platformon. De mit csinálsz a TikTokon? Ezt, amit most csináltál, így. Így. És zombi leszel. És a te tartalmad az miről szól? Az én tartalmam az egyelőre még nem TikTok kompatibilis, én azért nézem, hogy tanuljam, hogy tehát hogy nem kell. A fenekedet rázod és nem vetközöl, mint minden második. Azt nem, és azt, ha csináltam is ilyet, mert azért van egy-két ilyen helyzet, amit már megbántam, akkor is mindig mondtam, hogy gyerekek, az internet nem na, keresjük csak nem, meg. Nem felej. Meg lehet találni, nem, népszerűsíteni nem akarom, de van egy-két olyan, amit így elfelejtenék, vagy már akkor is ugyanígy, ahogy a beának bevillant, hogy ez nem biztos, hogy jó lesz. Nekem is bevillant, de akkor jó ötlet. Hát, ami kim van, az kim van már, ott nem tudsz mit csinálni. Törölheted, de valaki majd visszarakja. Éjjön. Az, amik a magánéleteddel kapcsolatos mindenfélék voltak az elmúlt 15-20 évben, és amivel tele volt a bulvár média is. Azt mindig tudtad irányítani? Hát ugye, nekem nem kellett olyan nagyon irányítani, nem vagyok egy balhés figurája a hát jó, a de amikor például a válóperetek zajlott, akkor nyilván nem olvastad örömmel, hogy váltok. Nyilván... Nem olvastam. Nem? Na, hát mit olvassak rajta, amikor... Mit? Hát, hogy mit találtak ki ezen a héten? Nem az én munkaköröm volt, és hál' Istennek most sem az. Van, aki olvassa helyetted? Uh-huh. Igen. Tehát erről a gázsi botrányról is most ma reggel a felkészítés alatt értesültem. Felkészítés? Na mesélj. Persze. Hát én nekem van egy kolléganőm, aki most már cégtársam, aki az Operett Színháznak volt a sajtóigazgatója, és beszélgetünk ilyenkor reggel, hogy milyen műsorba jövök, mire figyeljek, mi az, ami tárgyilag el kell hangozzon, mert az én érdekem, mondja ő. Mire kell figyelned? Hát el kell mondom a dolgok, amikért érdemes élni, el kell mondom az új műsoromat, ami az akusztikus álmodozó címet viseli, el kell mondanom, hogy lesz nyári koncertem. Ezt el is mondtam most együtt, tehát ezen most túl vagyunk. Igen, hogy ezeket mind mondjam el, hogy de amikről beszélgettünk, az tehát hogy semmi ilyen... Van tiltott téma? Olyan kérlek, Zoli, erről ne beszélj. Ilyen van? Van. Mi az? Most nem fel, most elmondhatod, hogy miről kell beszélned, akkor most mondd el, hogy miről nem szabad, nem fogok belekérdezni. De magát a topikot elmondhatom, azt kérte pont ennek kapcsán, hogy egyébként sem beszélünk általában pénzről összegszempláne, nem, szerintem nem. Az emberek nem látnak bele abba, hogy mi a költsége, meg a befektetése egy ilyen dolognak. Azt gondolják, hogy a művészek azok csak úgy léteznek bele a vakvilágba, és kapnak nagyon sok pénzt, és mert ezt akarjuk elhitetni velük, félreértés ne essék. A média azt mondja, hogy persze, hát ülsz a felhőn, más megírja neked a dalt, fölöltöztet a szponzor, alád rakja az autót a szponzor. Miért nem? Hát, nem. És neked igazából semmit nem kell csinálni, csak élvezni azt, hogy dalolgatsz. És ez nagyon nem így van. És közben te is családot tartasz el, családi... De azt ők is, hogy ez ugyanúgy egy... Nyilván a bevételek azok nem arról szólnak csak, hogy énekeltem egyet és megyek Hawaii-ra, hanem van egy élet, amit élni kell másnak hát is. Meg van ebben az összegben, amit bárkinél most meg lehet nézni, annak egy nagyon-nagyon komoly része a rezsi. Ez egy nagyon kis margin az, amivel a művészek dolgoznak, mert ez bizony ugyanúgy egy kapitalista helyzet, hogy
megpróbálhatod kétszer annyiért eladni a műsort, mint amennyiért megveszik, de nem fogják megvenni. Olcsóbban meg hülye leszel adni, mint amennyiért megveszik. Hát miért ne pont annyira adnám, amennyire a piac beáraszta? Az, hogy a piac hogy ár, az arról mi a véleményed? Az mennyire művészi értékén, vagy ha nem is a művészetet nézzük, hanem az eladhatóság értékén működik. De ez az, hogy az eladhatóság értékén kell értékelni. Hát a Sissy Catch meg a Samantha Fox annak idején művészi értéket képvisel. Hogy jutott eszembe? Hát és pont ez a két hölgy. Azért, mert egyébként a darabban is... Ki voltak a plakátok gyerekkorodban? Nem, nálam csak Michael Jackson plakát volt. Tényleg? Igen. Kizárólag. A Walkmanemben sem lehetett másik zene. Sziszikes volt. Na jó. Az a nővérem hallgatta. Na jó, oké. Térjünk vissza. Mondtál valamit, ami fontos, hogy milyen költségei vannak egy művésznek? Ezt persze senki nem látja a művészvilágon kívül, nem is dolga senkinek látni, de mondd már el nekem akkor, hogyha ebből belegabajodtunk, hogy milyen olyan extrák vannak, amire senki nem gondolna. Hát az, hogy mondjuk egy zenekar fölálljon a színpadra, és mondjuk 5 ember ott álljon, ahhoz 20 másik kell hátul. Fölépítenek egy színpadot egy olyan helyen, ahol nem volt színpad, magát a teret, fény, hang. Szakemberek oda viszik. A tehát zenekar. Ez nem a te gázsidból van. Dehogy is nem. Te fizeted hát a saját gázsidból? Azt, amit te most azon a listán elolvasol, hogy mondjuk hány millió a egy koncert, az azt jelenti, hogy ebben minden benne foglaltatik. A zenészek gázsia, a szakemberek gázsia, a felkészülés. Mert amikor, próbák, hát gondold el, amikor mondjuk egy műsort bepróbálsz 2 hónapon keresztül, dalt írsz, elmész próbálni, és stúdióban vagy, ennek mind költsége van. Kibéreled a próbatermet, fizetsz a producernek, fizetsz embertelen sok dolgot, beleraksz iszonyú sok pénzt reklámanyagként a videoklipbe, amiből nagyon nem jön vissza. Tehát az hogy mondjuk a YouTube-on, meg a különböző platformokon milyen fillérek esnek vissza esetleg egy nagyon jó megtekintésnél, azt hagyjuk. Tehát az, nem, az extra kíváncsi. Az nem összehasonlítható ebben ezzel a dologgal. Szóval tényleg egy margin az, ami a dolog. Nem sajnálhatni akarom magam, igen, csak mondom, hogy... Valóban az a baj mindig, hogy odaírnak egy nevet, és mellé az összeget, és nem azt írják oda, hogy XY produkció, és akkor abban benne van minden, hanem hogy ez ő. Persze. Téged ebből most kirántottak ebből a listából? Nem vagyok rajta. Még egy fél órás úgynevezett fél playback hakniba is annyi meló van, ha más sem számolsz, csak a benzin, amivel oda mész, de viszel magaddal egy hangmérnököt, viszel magaddal jó cuccot, hogyha profi vagy, ami súlyos milliók, az, hogy egy jó mikrofonod, egy jó fülmonitorrendszered, jó antennád legyen, hogy annyi minden. Az iPad-et azt fél évente le kell cserélni. És újat kell venni, és mondjuk egy ilyen iPad-ből kell 2. Miért kell csak fél évente lecserélni az iPad-et? Mert annyit használod. Szétnyomkodod. Nyúzod, ezért, ha vigyázol rá, akkor lehet, hogy csak évente. Érted? Hogy na, drága játék. Erről nem lett volna szabad most beszélni. Erről nem szabad. Ez volt az. De erről miért nem? Hát nem azt kérdeztem tőled, és mondd, mennyi most a gázsit? Igen. Hanem hát általában beszélünk erről a visszás helyzetről. Lehet árajátot. Nyilván. Az, hogy, na beszéljünk akkor, hogy te álmodozó vagy, az az akusztik koncertednek a címe, de ez igaz rád? Vagy ez egy jól hangzó? Nem, ez onnan jött ez a cím, hogy nem sikerült a premierrel megírni azt a dalt, aminek egyébként ez a címe. Az a gondolatmenet, hogy így életközépi válságban küzdve az ember önmagával, hogy én most, amit kérdeztél, mit írjunk a nevem alá, hogy én mi vagyok ebben az egészben, hogy egyáltalán ezzel kell még foglalkoznom, vagy keressek valami egészen mást előről tényleg újra. Töprengsz? Tényleg töprengek. Hát a pandémia alatt azért volt is rá lehetősége az embernek, hogy akkor most mi van? Ugye? Annyi szép szakma van, ki kéne tanulni egyet. Jó, de voltak itt hajmeresztőtetek, tehát az egyik színésztársad elment kerékpáros futárnak, meg hát
nyilván leginkább a bulvár sajtó örült neki, meg az a néhány ember, akinek ezt kiszállította a kaját, de nyilván nem ez egy művész útja. Én is ezt gondolom, és erre keresi a választ ez az álmodozó. És akkor ennyit elárulhatok a refrén happy end, hogy amíg nem jön ez a válasz, tehát hogy oda fölfele megy a kérdés, hogy amíg nem szól, akkor marad ez a végtelen nagy távolság odafentről, én maradok az álmodozó, ki dallamot csal ki a csendből. Marad ez a végtelen utat átrohanó, bátor felfedező. Csak van-e idő, van-e idő, van-e idő? Van. Ebben az értelemben van, igen. Még a fele hátra van. Úgy legyen. Jó, hogy itt voltál. Köszönöm meg. Jó. Köszönöm. Berecki Zoltánnal beszélgettünk az előzőekben. Egy hét múlva várom önöket ismét a Húzósban. Minden jót, viszontlátásra.